Tehát itt látható az autónak az árnyék rajza, és ebbe ki van emelve az akkumulátornak a sziluettje. Tehát látható, hogy az autónak a teljes padlólemeze gyakorlatilag egy akkumulátor. Egy elektromos autó töltöttségét ellenőrzik. Egy belső komputer a benzinszinthez hasonlóan erről is folyamatosan tájékoztatja a sofőrt. Amennyiben merülne az akkumulátor, akkor ilyen könnyedén nekiláthatunk a töltésnek. Ezentúl erre Nyíregyházán is lehetősége van bárkinek. A megyében elsőként a Korzó bevásárlóközpont parkolójában töltetik ingyenesen és nyilvánosan járművüket az e-autó tulajdonosok. Ezek 22 kW-os töltők. Type 2-es csatlakozóval lehet hozzájuk csatlakozni. Tehát, hogyha tölteni szeretnénk, hozni kell magunkkal kábelt. A maximális sebesség, amit tudunk tölteni, 100 km óránként. Ez mondjuk azt jelenti, hogy egy Teslát körülbelül egy 4-5 óra hossza alatt tudunk feltölteni. Egy kisebb testű autót, mondjuk egy i3-ast, hogyha jól tudom, olyan 30-40 perc alatt képes feltölteni. Ugyan egyelőre ez az egy töltőállomás üzemel Nyíregyházán, azonban kormányzati, vissza nem térítendő támogatásból hamarosan továbbiak is épülnek a város különböző pontjain. Tegnap érkezett meg a forrás ahhoz, amit mi is nyertünk az önkormányzat 10 töltőállomásra 100%-os támogatást, amit már a jövő héten a közbeszerzéssel indítunk, és ha lehet, még az idén meg is építünk. A kormány számára kiemelten fontos a környezetbarát közlekedés előmozdítása. Ezért az önkormányzatok támogatásán túl az egyéni vásárlást is különböző kedvezményekkel ösztönzi. Eddig 500-an éltek az elektromos autók vásárlásakor igényelhető 1,5 millió forintos támogatással. De ingyenes parkolás, a nyilvános töltőállomásokon ingyenes töltés, valamint regisztrációs és gépjárműadó aluli mentesség is jár a zöld rendszám mellé. Az engedményeknek köszönhetően már 3000 e-autó közlekedik a magyar utakon, amelyekkel a közeljövőben még könnyebben lehet eljutni az ország különböző részeibe. Olyan terveink vannak, hogy az ország átjárható legyen ezekkel az autókkal, tehát 80 kilométerenként főútvonalakon lesz gyors töltőállomás. A kormány a környezetbarát közlekedés segítésével a károsanyag kibocsátást kívánja csökkenteni, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemben is aktívan részt szeretne vállalni.